Idén indította el a kormány a Magyar Falu programot, amely a kistelepülések fejlődését, népesség megtartó erejének növelését célozza. Jövőre pedig ismét lesz pályázati lehetőség. 2020-ban is 150 milliárd forint áll az 5000 fő alatti falvak rendelkezésére. Utak és intézmények felújítására is lehet majd pénzt nyerni, és olyan beruházásokra, amelyek a fiatalok életét teszik még kényelmesebbé, modernebbé a falvakban. Jászkara Jenőn 2750-en laknak. Néhány évtizeddel ezelőtt majdnem a duplája volt a lélekszám, de sajnos sok fiatal elköltözött. A polgármester azt szeretné, ha újra vonzó lenne a falusi élet a 20-as, 30-as korosztály körében. Mint Paja István elmondta, nagyon örül a Magyar Falu programnak, hiszen olyan fejlesztésekre nyílhat lehetőségük, ami nagyban segíti, hogy ne öregedjen el Jászkara Jenő. Az egyik fontos fejlesztés az útfelújítás lenne. A Szolnokra vezető út például teljesen tönkrement. Nekünk volt egy közvetlen útunk Tószegen keresztül, amely csak 5 kilométer, viszont totál káros. Tehát ez például egy akkora hatalmas segítség lenne, onnastól Szolnok már csak 15 kilométer Jászkara Jenőről. Tehát ez mindenkinek, a falu apraja nagyjának, mindenkinek egy akkora kívánsága ennek az útnak a helyreállítása. A 20 kilométerre lévő Szolnokra ugyanis sok fiatal jár dolgozni, ezért is lenne nagyon fontos a szakasz felújítása. A Magyar Falu programban az elnyerhető forrás egyharmadát az önkormányzatok a négy számjegyű utak modernizálására fordíthatják, a fennmaradó összegből pedig olyan beruházásokat valósíthatnak meg, amik csökkentik a népességfogyást és az elvándorlást, és emelik az életminőséget. A tanösvénnyel is rendelkező Jászkara Jenő a turizmus fellendülését célzó beruházásban is gondolkozik. Jászkara Jenő és Tiszakécske között kerékpárút lehetne. Akkor ez egy fantasztikus nagy dolog lenne, erre már épülhet rá utána a falusi turizmus, a szálláshely, sok minden, amivel szintén munkahelyet is lehet teremteni, illetve a sok területen ehhez kapcsolódóan a falunak jövőt biztosítani. A kerékpárút építése és utak felújítása mellett termálkutat is szeretne létesíteni Jászkara Jenő, és a későbbiekben nem kizárt egy termálfürdő építése sem, tette hozzá a polgármester. Paja István elmondta, már több pályázatot is beadtak, például orvosi rendelő felújítására, valamint a temetőbe vezető utak rendbetételére.